A kisvárdai együttes az utolsó fordulóban biztosította be a bajnoki címet az NB1B keleti csoportjában. Éppen ezért az NB1-re alkalmas keret kialakításával picit lépéshátrányba kerültek a vezetők a riválisokkal szemben. Az már biztos, hogy a korábbi női szövetségi kapitány Mátéfi Eszter szakmai igazgatóként, a 323-szoros válogatott Kovács Péter pedig vezetőedzőként dolgozik majd a KKC sikeréért. A bajnokságot nyert csapat tagjai közül Viktória Csibulenko és Komsa Klaudia távozott, viszont már vannak érkezők is, akik közül egy brazil világbajnok balszésű számít a legnagyobb fogásnak. Az egyik legnagyobb név az a Samira Rocha, aki világbajnok, brazil válogatott, most is a brazil válogatottal készül az olimpiára. A másik játékos a kapuban a Ekaterina Dzsukeva, aki tavaly még a bajnokok ligájában szerepelt a Lublin csapatában. Szabó Vali, aki korábban magyar válogatott volt, tehát én nagyon bízom benne, hogy védekezésben, támadásban mindenképpen ő is nagy erőssége lesz csapatunknak. Leigazultuk a Olena Umanyec NB1 keleti csoport gólkirálynőjét, és hát fiatal tehetséges játékosokat is keresünk. A kisvárdai játékosok július 4-től 9-ig egyéni edzéstel alapján készülnek, majd 11-én indul el a közös munka. A csapat több tornán is pályára lép annak érdekében, hogy megfelelő formába kerüljön az NB1 rajtjára.